Mind a szakmai stábban, mind a játékosok között sok új arcot lehetett felfedezni a kékcápák edzésén a Continental Arena küzdőterén. Az állandóságot Merin Mehmedovics képviseli, akinek munkáját Szobi Dániel, Vaskó György és Demeter Ádám segíti. Tarján, Végső, Magyari, Glac, Nagy és Bonifert az előző szezonban is nyíregyházi színekben játszott. Hozzájuk csatlakozott a Debrecenből hazatérő NKK nevelési Orosi Bálint és Hibián Máté, a MASZ-tól érkező Komba László és a legutóbb Pécsen szereplő Bolyos Mateja. A 12-es keret tagja lesz a saját nevelésű Verebélyi Áron, az irányító posztra szerződtetett Tarjik Lokúr pedig a hétvégén csatlakozik a csapathoz. Igazolás alapján lehet látni, hogy egy olyan fiatal csoport, úgy, ahol valahogy beszéltünk a Mohával, hogy kell csinálni egy koncepció, amiben vannak fiatalok, amiben vannak a nyíregyházi fiatalok, amiben vannak a játékosok, akinek a munka ez legfontosabb, és fejlődés, egy ambiciózus program. Szerintem amerikai gyerek, aki jön 10-e, ugyanaz fajta lesz, szerintem először jön Európába, és ez is olyan fiatal játékos. Sok munkával akarunk elérni, hogy legyen olyan jó kosárlabda játszó csoport, érdekes legyen a közönségnek is, a mindenkinek, aki szereti ezt a klubot. Sok munka lesz, de fejlődés nélkül az nem lehet csinálni a munkát. Tudunk nagyon jó, hogy kétfajta csapatok vannak. Akinek van pénz, igazol, az is egy út, és van a másik fajta, aki nevel, és hát csinál egy olyan pozitív program. Bonifert Bendegúz 26 évesen a legrutinosabb játékosnak számít a nyíregyházi csapatban, így neki kell vezérszerepet betöltenie az öltözőben és a pályán egyaránt. A 2 méter magas kosaras készen áll a feladatra. Egy teljesen új szezonnak nézünk elébe, teljesen új csapattal, de a koncepció az maradt. Ugye mert én ugyanazt kéri tőlünk, ugyanazt a játékot nagyjából, mint tavaly, viszont szerintem erre olyan szempontból atletikusabb és fiatalabb csapatunk van, akik ezt a pörgős, futós játékot remélhetőleg majd jobban tudjuk összehozni. Várom az új szerepet, nem nagyon voltam még szerintem ilyen szerepben karrierem során, hogy a legidősebb játékos legyek a csapatba. Élvezem eddig, és készen állok rá, hogy bizonyítsunk, és bizonyítsak én is. A nyíregyháziak 3 heti kemény edzés után augusztus 23-án és 24-én Debrecenben játszanak edzőmeccset. Azt követi egy Tiszaújváros elleni találkozó, majd szeptember 6-án és 7-én a Sitkó Ernő emléktornán az átcsoportos Honvédot, Paksot és Debrecent látják vendégül Bonifelték. A felkészülési meccsek sorát a Vasas és a Miskolc elleni találkozó zárja.